Fekete mezben játszó Balmazújváros kezdi a mérkőzést, Soroksár együttese fehér mezben lép pályára. A mérkőzés játékvezetője Szabó Zsolt, két asszisztens Márkus Tamás, illetve Demeter János. A mérkőzés pedig a Balmazújváros kezdte. És most érkezik középre a labda, Pál András felfejeli, és ott van Gyepes előtt, aki egyből előtte, de Horváth Lászlónak ez nem okozott gondot, de minden esetre a 14. percben feljegyezhetjük az első kapura tartó lövést. Kis szöglet, Virág. Laposan teszik középre, Holcár nem is tudta fogni, még mindig ott van Vajda, a bal lábán a labda, és nagyon csúnyán elrúgja keresztbe a labdát. Pintér lő, lepattant a labda, Holcárnak nem okozott gondot. Volt ideje a labda mögé lépni, és maga biztosan fogta Pintér lövését a 28. percben. És nem volt les, Német Ádám beragadt, érkezik Horváth, üres a kapu, Bokros pedig kirúgja a labdát, de három emberünk is mozdult a 30. percben, Horváth felett már átemelték a labdát, kérdésem szerint jó ütemben érkezett, és így csak ezzel a megoldással tudták kapu irányába juttatni a labdát a vendégek, a védők pedig visszazártak, de még nem szabadult fel a kapu, majd talán most Horváth. Német Ádám. Pintér fordul le, egy szép csel volt Kákonyival szemben, majd a kapufát találta, el lecsúszott ez a beadás, Holcár pedig látta, hogy ez csak a kapufa külső felét fogja érinteni. Középen három emberünk is ott van, Vajda túljut Gohéren, Vajda lövi el, Holcár üti oldalra. 0-0-ás félidőt követően egyik oldalon sem történt változtatás. Szabó Zsolt játékvezető pedig most adott jelet a második félidő kezdetének, melyet a Soroksár kezdett. Érkezik nagy lendülettel a bal szélen Virág, kapja is a labdát, egyből középre teszi, veszélyesen Pintér Norbert a mérkőzés helyzetét hagyja ki, aki 4 méterről a kapu fölé fejelte a labdát. Óriási lehetőség az 56. percben. Kifelé tekeredik a labda, Bakos nem is tudta kapu felé fejelni. Vajda a Sigér, ezt egyből el kell lőni, és veszélyesen is jön! Mekkora gól! Sigér Dávid ballábas lökete kikötött a bal felső sarokban, és egy kupacban a játékosok természetesen. Hát talán élete gólját lőtte most Sigér Dávid. Holcár mérgelődik is, ez ellen a lövés ellen nem lehetett mit tenni. Óriási Sigér találat. Egy kipattanó labda a szögletet követően ezt gyakorlatilag úgy lőtte el, hogy kontra ne legyen belőle. Hát ebből bizony nem lett kontra, hanem 1-0 arányban vezet a Balmazújváros. 61. percben. Vajon erre mit fog lépni a Soroksár? Hiszen az imént mondtam, hogy a játékukból az jön le, hogy az az egy pont nekik elegendő innen Balmazújvárosról, és így, hogy hátrányban vannak, véletlenül többet fognak majd támadni, tehát hátul figyelnünk kell, viszont a kontrákra, az ellentámadásokra nagyobb szansunk lehet, hiszen fellazulhat a soroksári védelem. Virág a labda mögött, és Sigér ugyanott áll gyakorlatilag, amikor a gólt szerezte. Sikerül fejelni, de csak oldalról rezdült meg a soroksári kapu. Veszélyesen jön, teljesen üresen fejelhet egy Gyepes, és Gyepes góljával egyenlít a Soroksár a 66. percben. És mindez egy szabálytalanságot követően. És még le is pattant a labda, talán Horváth ezt még védhette is volna, nem hibáztatom ennél a gólnál, de nagyon üresen fejelt Gyepes Gábor. Tehát mindössze 6 percig tartott az előnyünk. És pedig lehet középre tenni, Belényesi fejel, és óriási Holcár bravúr! Balmazújváros, Soroksár,
1-1. Sokféleképpen meg lehet közelíteni a mai mérkőzést, hiszen 3 vesztes mérkőzés után szereztünk 1 pontot. Hogyan értékeli az elmúlt 90 percet? Én inkább azt mondom, hogy 2 pontot veszítettünk, hiszen több helyzetet alakítottunk ki, mint ellenfelünk. Ugye a hazai pályán ez a természetes. A legnagyobb probléma ugye a helyzetek kihasználásával volt sajnos, hogy megint csak egy helyzetet tudtunk értékesíteni. Játékban, illetve akaratban is felülmúltuk a Soroksát. Ennek is köszönhető az, hogy több helyzetünk volt. Én nem mondanám, hogy akaratban felülmúltuk őket, hiszen ők is ugyanúgy akarták a győzelmet, mint mi. Én inkább azt mondanám, hogy taktikusan is jól játszottak azt, amit idegenbe kell játszani. Mi pedig nem jól sáfárkodtunk a kidolgozott helyzeteinkkel. Megvoltak a lehetőségeink, azokat értékesíteni kell, anélkül nem tudunk mérkőzést nyerni. Nagy küzdelem folyt a pályán, és végül 1 pontot sikerült elvinni Balmazővárosról a Soroksának. Hogyan értékeli a mérkőzést? Igen, egy nagyon küzdelmes mérkőzés volt. A párharcokból sokszor rosszul kerültünk, ezért a Balmaz fölénybe játszott, ezért értékesnek tartom az 1 pontot. 1-0-ás hátrányba került a vendégcsapat, de sikerült újítani 1 pontrugás követően, hamar reagáltak a kapott gólra. Igen, ez nagyon fontos volt, hogy sikerült egyenlítenünk, ezt értékesnek is tartom. Végjátékban annak ellenére, hogy a Balmaz többet támadta, az ellentámadásainkban több veszély volt, az ott hiányérzetem van egy kicsit, ott lehetett volna azt a kockázatot, amit a Balmaz vállalt, azt kihasználhattuk volna. Végig úgy tűnt a mérkőzésen, hogy az 1 pontra rendeződtek be hátul, nem vállalták túl magukat a mérkőzésen. Egyáltalán nem az 1 pontra rendeződtünk be, egy stabil védekezésből akartunk menni fölfelé, sajnos a végjátékaink pontatlanok voltak. Kisvárdán 3 játékosunkat, 3 alapjátékosunkat állították ki, akiket remekül pótoltunk, hiszen középen jó teljesítmény nyújtott Bokros is, illetve Bakos is. Azért vagyunk ennyien, hogy aki kiesik, azt pótoljuk. Igaz, hogy ma 7-en hiányoztak a 4 sérültel, ez nem látszott meg a teljesítményünkön, hiszen becsülettel mentünk előre, csak sajnos már mondtam nem egyszer, hogy a helyzeteinket be kell rúgni. 4 mérkőzés óta vezeti a csapatot, és ez alatt szereztek 5 pontot, 1 győzelem, illetve 2 döntetlen a Dunaujváros, illetve a Balmazújváros ellen, valamint megverték legutóbb a Vác együttesét. Tehát feljövőben van a csapat, jó úton járnak? Én azt gondolom, hogy igyekszünk természetesen. Többet terveztem azért ebből, de nem sikerült. De az egyértelmű, hogy a fiúk ma megmutatták. Tehát korábban azt gondolom, hogy ez a mérkőzés vesztesen hagytuk volna. Ez az én érzésem, egy kicsit már összeszedték magukat. Úgyhogy remélem, hogy jó úton járunk. Még 2 mérkőzés van hátra, mire számíthatunk azokon? Meg lesz a 6 pont? Mi csak az Ajkával foglalkozunk most. Ajka ellen nagyon jó lenne idegenben megszerezni az első győzelmünket, úgyhogy ennek reményében utazunk oda.